Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Városháza, vagy ahogy annak idején, amikor építették, a Városház palota fennállásának 100. évfordulóját. Tisztelettel köszöntöm miniszter urakat, közülési elnök urat, polgármester urat, alpolgármester asszonyt, a Városvédő Egyesület elnökét, tiszteletbeli elnökét, tisztelt ünneplő közösség. Egy ember életében 100 év, egy matuzsálemi kor. Egy város életében egy történelmi korszak. Egy épület fennállásában mindenképpen tiszteletre méltó idő, és akár alkalmat adhat arra is, hogy milyen nyilvánítsák az épületet. 1912-ben felépült ez a Városháza. De vajon miért kellett Karcag városának 100 évvel ezelőtt egy új városházát építeni? Most mondhatnám azt, hogy mindezt megmutatjuk abból a kiadványból, ami ennek az ünnepségnek a apropójából készült a Városvédő Egyesület gondozásában, de engedjék meg, hogy néhány számomra is érdekes információval felhívjam erre a kiadványra a figyelmet, ami sok mindent tartalmaz, többek között azt is, hogy nem olyan egyszerűen épül meg ez a városháza. Már a század elején Szentesított Kálmán, polgármesterség első évében felvette a közgyűlésnek és a lakosságnak, hogy szűk a városháza. Ebben az időben, mindannyian tudjuk, ez a dualizmus időszaka volt, az ország, a történelmi Magyarország, és így a városok, Karcag városa is egy gazdasági fellendülés időszakában volt, a város lakossága növekedett, a közülés létszáma is növekedett, és az akkor a városi helyhatóság lakóhelyéről szolgáló egykor egy nagykon területi székház már valóban szűkösnek bizonyult a feladatok ellátására. Felmerült az akkori képviselő testületben, hogy ezt a mindössze 20 helységgel álló kerületi székházat ki kellene bővíteni, és erről döntöttek is, de hát a politikai helyzet, a városban képviselőtestületben voltak renitens ellenzékiek, akik általában mindig megpróbálták a többségi véleményt és a döntést valamilyen szinten meghiúsítani, éppen ezért megfelelkezték ezt az ötletet a vármegye előtt, és többé-kevésbé sikerült is. De tulajdonképpen az akkori városvezetés nem is inkább abban gondolkodott, hogy kibővítsék az egykori kerületi székházat, hanem egy új, modern, minden célnak megfelelő épületet szerettek volna, ami a városnak szimbólumá is válhasson. Nos, így került arra sor, hogy 1906-ban elhatározták, hogy valóban új városházát fognak építeni. Az akkori Bárányszálló volt, nagy vendéglő, most úgy hívjuk, hiszen benne van az általános iskolai központ, hogy az általános iskolai központ, de a karcagiak jobbára úgy ismerik, hogy a egykori gimnázium fiókoléguma, tehát annak a helyére tervezték a felépülő új városházát. A döntés megszületett, rendelkezésre állt a pénzösszeg is, amivel nem lehessen valósítani. De egyrészt az ellenzék is akadékoskodott, fellebbezett, megjárt minden formot, bár a vármegye jóvá hagyta ezt a döntést, de mint a város vezetés részéről aggályok merültek fel, és a lakosság véleményét is kikérve, akik nagyon sajnálták az akkori nagy vendéglő létét, illetve annak áthelyezését valahol máshova. Úgy döntött a képviselő testület, bár tudomásom szerint lehetett már
engedélyes terv is arra vonatkozóan, hogy a városháza épüljön, de mégis úgy döntöttek, hogy elvették ezt a gondolatot, és a nagyműkeleti székház helyére állt ide egy új városházát építeni. Ezt a döntést is természetesen megpróbálta az ellenzék megakadályozni, de minden aggályok ellenére megjárta a vármegyei hatóságot, sőt, még a belügyminisztériumot is. Az akkori belügyminiszter éppen ifja Andrássy Gyula volt, és a kereskedelmi miniszter szakértelmével megvizsgálva végül is a város döntését helybeadták, így elkezdődhetett a pályázati írás 1909-ben. Rövid volt a határidő, mint minden pályázatnál, tehát 100 évvel később is ebben a helyzetben vagyunk. 1909. márciusától júliusig állt rendelkezésre egy rövid határidő az építő művészetnek arra, hogy megpályázhassák ezt a akkor nem is kis volumenű beruházást. Megjelentek, ahogy szokás volt akkor is, különböző hivatalos lapokban 12 pályázat érkezett. Elhatározta a képviselőtestület, hogy az első három pályázatot jutalomban részesíti, és ebben a pályázatban pályázott és nyert Videóartúr építőművész ILA nevezetű pályázatával. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy a mai városházának van egy régi neve is, ILA. Ez a pályázat kifejezte a város akaratát, pályázati feltételek között szerepelt egy-két lényeges mondat, amit most szeretnék idézni. Először is, a pályázatban csak és kizárólag magyar nos építész vehet részt. Ezt ma nehéz lenne megvalósítani. Következő és fontos idézet, ami így szól. A város nem kíván cifra díszített, drága fenntartással járó épületet, hanem egy olyan szolíd, nyugodt, homlokzati kiképzésű városházát, mely mentes minden pazar külső díszítéstől, már komoly külsejével is kifejezésre juttatva az épület jellemét. És ezen a mondaton elgondolkodunk, akkor talán képzünk a városházán, meg is érthetjük, hogy a képviselőtestület mit döntött így, hogy Videóartúr műépítésznek a tervét fogadta el. Az építkezés viszonylag hamar megkezdődött, hiszen a megyei hatóságok is megfelelőképpen álltak a dolgokhoz, engedélyes építési terv is hónapok alatt megszületett, így 1910-ben már a kivitelezést is megpályáztathatták. A probléma az volt, hiszen a városvezetés akkor is lokál patrióta volt, és megpróbálta a városiparosokkal elvégezni ezt a munkát, hogy az új modern épület, ami a villamos vezetékkel volt ellátva, a vasbeton szerkezettel készült, kevés karcagiparos tudott megfelelni ez a kivitelezési munkához, de azért mégis a fő kivitelező, vagy ahogy szoktuk mondani, generál kivitelező, mégis a Pása József építőmester lett. Az ő koordinálása alatt 1910 őszén már megkezdődött az építkezés, és gondoljunk bele, hogy végül is a kerületi székházat teljes mértékben le kell bontani, eltakarítani és elkezdeni a falazást. Ez nagyon jó ütemben alatt. Karcagi honpolgáraink aggódva figyelték az építkezést, hiszen olyan építési technikákat láttak, amit még eddig sehol. A vasbeton szerkezetet túl vékonynak vélték, hiszen eddig csak vályogépületeket, meg téglaépületeket láttak, és aggódtak, hogy vajon bírja le majd a terhelést ez a szerkezet. A közgyűlés és a városvezetés úgy határozott, hogy valamiképpen az aggályokat azért csökkenteni kell a város lakosságába, és a helyi lapban megjelentettek egy cikket, kikérték a királyi műépítészeti hatóságtól
a szakértői véleményet, hogy megnyugodjanak a kedélyek. A gyorsütemben zajló építkezés 2012 nyaráig majdnem teljesen befejeződött. Tulajdonképpen augusztus 20-ával be is fejeződhetett volna, tehát a 100 éves évfordulóra, de mint minden beruházás, ugye el szokott húzódni egy kicsit, ez is elhúzódott, mivel még a belső építészeti munkák nem fejeződtek be erre az ünnepre, úgyhogy 2012. szeptember 22-ig került felavatásra az épület, vehette át lakosság. És most itt állunk ebben az épületben. Körülnézhetünk, akkor 62 szobára, helyiségre tervezték, birtokba vették elejünk 100 év ezelőtt, és Karcag Város Önkormányzata és Városvédő Egyesülete úgy gondolta, hogy ezt a 100 éves időpontot méltóképpen meg kell ünnepelni. A Városvédő Egyesület felkarolva az ötletet, megjelentett egy kiadványt, ami ott van ünnep mögött, és tartalmazza azokat az információkat, amiket én itt röviden elmondtam, sokkal bővebben. Ezt a történeti hátteret egy ifjú történészünk, Pintér Zoltán Árpád, doktorandusz hallgató, a Nagymohor Református Iskola tanára készítette számunkra, köszönet érte. A kiadványt szerkesztette a Városvédő Egyesület, két kolléganőnk, Csiszárné Takács Erika és Bere Hajnalka. Magát ahhoz, hogy ez az ünnepi esemény megfelelő helyszíntére legyen ennek az aulának, hiszen itt vannak az emléktáblák, amelyeket talán azért állítottak, hogy mindig is emlékezzünk az építőkre, az építetőkre. Ahhoz, hogy így nézzen ki, az ipartestület adott nagy segítséget, itt anyagi, munkában történő segítséget. Tehát köszönet Orosz István elnök úrnak, alelnök úrnak, Kovács Sándornak és munkatársainak, akik kifestették ezt az épületet, és nem felejthetünk el. A villanyszerelőnek a tevékenységét is, aki rávezetett bennünket, megtalálta, elhozta azt a csillát, ami soha nem állt itt. Mi mindannyian tudjuk, akik sokan jártunk, hiszen egy négyzet alakú neoncső lámpaóra állt itt. És ez a csillár, amikor kiválasztottuk, nagyon örültünk neki, hiszen mind korában, mint stílusában, ebbe a szolid szecessziós stílusban megfelelő enteriőrt biztosít. Annyit szeretnék még mondani, hogy van ennek a csillárnak is persze története, hiszen szerencsére került ide, valamikor a szerencsi cukorgyár igazgatójának az irodájában részen. Talán még néhány információ, amely nem nincs is benne a kiadványban, de számomra ismerté vált, hiszen Vida Artúrról nem túl sokat tudunk. Annyit tudunk, hogy egy budapesti művépítész volt. A fővárosban vannak jelentős épületei, általában bérházak, lakóházak, viszont van egy eléggé nagyszabású középülete, ami homlokzatában és megjelenésében nagyon hasonlít a Karcagi Városházához, ez pedig Szombathelyen a Nagy Szálló. Mindenképpen elismert nőépítész volt, hiszen ahogy én is olvastam, 1904-ben az Ipara Művészeti Társulat a tagjaiba felvette, mégpedig olyan személyiséggel együtt, mint Baszai János festőművész. Tehát körülbelül ennyi, ami információt úgy gondoltam, hogy röviden el kell önöknek mondani ezen az ünnepségen, és most már más dolgom tulajdonképpen nincsen, mint az, hogy felkérjem Györfi Sándor, a Nagykun Városvédő Egyesület elnökét és Dobos László polgármester urat.
Tisztelt ünneplő közösség! Én azt hiszem, hogy egy ünnepség akkor teljes, ha még minden ügyességé tesz. És ha már születésnap van, és tortát nem is készítettünk, de legalább egy pohár festővel kocsítsuk ennek a háznak. A 100 éves évfordulója alkalmából azzal, hogy reméljük, hogy utódaink 100 év múlva, 200 éves évfordulóról hasonlóképpen megemlékeznek, és talán megemlék azt is, hogy mi most itt voltunk.